Sziasztok, a mai YouTube Shortsban a Zedvance Filament Edison 30-as nevű Wi-Fi-s ledes RGB-s égőt fogjuk kibontani. A dobozban a leíráson kívül magát az izzót találjuk. Ez egyébként határozottan jól néz ki véleményem szerint. Az installálása pedig nem kimondottan bonyolult. Betekerjük a helyére az izzót, fölkapcsoljuk a villanyt nyilván, most ezt nem fogom itt külön megmutatni, ilyenkor elkezd villogni az izzó, letöltjük a Smart Plus nevű alkalmazást a Ledvance-től, beírjuk be az alkalmazásba a Wi-Fi jelszót, meg hát nyilván regisztrálunk, aztán kiválasztjuk az égőt, annak is megadjuk a Wi-Fi jelszót, és igazából ennyi. Az applikációban állítható a fényereje az izzónak, illetve hogyha átlapozunk balra, akkor nyilván ugye a színe, nagyon hogy átvált színes módban, itt is állítható a fényerő, illetve a szín. Ezen kívül vannak ilyen előre beállított jelenetek, ebből igazából 4-et kapunk, vagy 5-öt, és akkor tudunk hozzáadni még néhányat. Ilyen különböző módok vannak, ezeket lehet módosítani. Én például létrehoztam olyat is, hogy alarm, egy ilyen elnevezetőt, amikor ilyenkor ilyen pirosan villog, mintha bombariadó lenne. Ennek majd lesz később jelentősége még a videóban. Tud zenére villogni, ez igazából hanyagolandó funkció szerintem, be lehet neki állítani bioritmust, és akkor az alapján világít, illetve lehet időzíteni, és én itt beállítottam a 6 óra 40-re a telefonom ébresztője mellé az alarmot, egyértelműen a biztonság kedvéért biztosan ne aludjak el, emellett lehet úgy időzíteni, és hogy mondjuk 10 perc múlva kapcsoljon ki, és igazából ennyi. Az alkalmazáson keresztül is ki lehet kapcsolni, illetve a Wi-Fi-re nagyon hamar visszatalált, tehát gyakorlatilag a pillanatban, hogy felkapcsoltuk az izzót, már Wi-Fi-n van, és megjegyzi, hogy min voltunk, tehát ha mondjuk így pirosan villogott és felkapcsolod, akkor is pirosan villog. És igazából ennyi. Sziasztok!